Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ma Tatabányán. Hálás vagyok, hogy ennyien egybegyűltünk. Kérek mindenkit, hogy mondjuk el az Om Nám mantrát, amely a tiszta univerzum mantrája, közösen 7-szer. Om Nam. Om Nam. Om Nam. Vallásos vagy? Hiszel valamiben? Ismered igazi önvalód? Ezek a kérdések mennyire furcsák? Képzeld azt el, hogy 2500 évvel ezelőtt elindult egy folyamat, amelynek egyik oszlopos tagja Sákjamuni Buddha volt, korábban úgy hívták, hogy Gótama Szidárta. És hogy peregnek az évtizedek, az évszázadok, fél évezred alatt mindenki, akit ma vallásként, hitrendszerként, paradigmaként követtünk, megjelent, tanított és eltűnt, és azóta se láttuk. Tehát megjelent Patanjali körülbelül 100-150 évvel később, és leírta azt, amit azóta már évezredek során gyakoroltak. Aztán megjelent Lao Tse egy újabb 100-150 év, és így könyörögtek neki, hogy mielőtt lóra pattan és eltűnik az alkonyatban, azért írjon már valamit, és a Tao Te Ching-et papírra vetette. Utána nem sokkal, kb. 100 év jött Konfucius, és ugye a társadalomban megformálta azt a struktúrát, amely több mint 2300 évig tartott, tehát egészen a kínai kommunizmus eljöveteléig. És utána jött Jézusunk, aki itt nyugaton lerakta a szeretet vallás alapjait, azóta is háborúzunk. Tehát fél évezred alatt ez az öt lény elképesztő, hogy mit tett az emberiségért. Azért, hogy te hihess valamiben, hogy te megtaláld azt az énséget, amit szeretnél vinni, amit igaznak tudsz. És hogyha ezt megszervezed, akkor hívják ezt vallásosságnak, hogy vallasz valamit, nem azért, mert vallatnak, hanem azért, mert neked olyanod van, hogy te szeretnéd vallani, hogy te ki vagy, hogy te miben hiszel, hogy te milyen világot szeretnél, hogy te milyen embert szeretnél magadból és másokból. Nézd meg a vallásosság alapjait. A vallásosság nem az az infrastruktúra, amit már olyan áron kell fönntartanunk, hogy nem merünk nem hinni valamilyen dogmában. Valahol az út az, amit Lao Tse megmutatott, a helyes gyakorlat testtel és lélekkel, amit Patanjali megmutatott, a felébredés tanítása, amit Buddha megmutatott, Konfucius a helyes csoport, társadalom, család és egyén viszonyát mutatta meg, és Jézus Urunk bizony a szeretetről és az emberről és az istenségről tanított, hogy nekünk egy normálisabb életünk legyen. 2000 éve ez a folyamat úgy zárult le, hogy voltak újítók, frissítők, akik ezt tudták a szellemi ösrobbanás szintjén újra alakítani. Ilyen volt például Assisi Szent Ferenc, aki nélkül ma modern kereszténység nem csak hogy nem lenne, hanem sokkal szomorúbb lenne, sokkal eseménytelenebb lenne, és nem beszélgetnénk a madarakkal. És a másik pedig Bodhidharma volt, Szent Ferencünk előtt egy olyan körülbelül 5-600 évvel, aki 1000 évvel Sákjamuni Buddha után megteremtette azt,
ami a taoizmus és buddhizmus, és egy kicsit a konfucianizmus kombinációja, és ezt hívják Chan, vagy Zen buddhizmusnak, amely a Patanjali által bemutatott jóga doktrina 7. fokozatából, a gyánából önállósult, így lett Channa, kínaiul Chan, koreaiul Son, és japánul Zen. És ahogy fordult a világ, a 20. század mindent felforgatott, és mindent összekevert, és mindenki találkozott mindenkivel, már ami a két világháború után megmaradt. Ugyanis a Föld megmaradt, az emberiség, mint mi szaporodtunk, de a 20. század eltörölte azt a kultúrát és azt a fajta hagyományt, amit addig évezredeken keresztül őriztünk. Eltörölték azokat a kerteket, ahol ezek a virágok kisarjadtak, és ezek az évezredes fák gyümölcsöket hoztak, és hogyha nem mentjük át a magvakat a következő évtizedekre, évszázadokra, akkor nagyon sötét materializmus és érzékszervi kötöttség vár minket, már itt is van. Ha szenvedsz, mitől szenvedsz? Mit nincs, ami kellene? Mit van, ami nem kellene? Milyen társaságban vagy, holott máshol szeretnél, másokkal szeretnél lenni? Milyen embereket kell elviselned, pedig olyan nehéz, és legszívesebben más emberekkel lennél együtt. Szembe tudtál-e nézni a születéssel, öregséggel, betegséggel és halállal? Eljutott-e hozzád az élet úgy, hogy mulandó, bizonytalan, feltételhez kötött, és hogy tökéletlen, vagy eredetileg tulajdonságok nélküli? 2000 évünk volt így kollektíve, hogy ezt az 5 nagy tanítót valahogy elsajátítsuk. 2 nagy paradigma újító is született, és most Sziléziuszról, vagy Eckhart mesterről, vagy egy kicsit arrébb Shantidevaról, Buddha Gósáról nem is nagyon beszélek, mert nem történelem órán vagyunk, hanem egy kicsit a saját lelkünk, a saját tudatosságunk óráján vagyunk, hogy nézd magadba, hogyha te meghosszabbítod a saját ősiségedet 2000 évre, egy hatalmas családfát felállítasz, mit tanultak meg az őseink, amit nekünk továbbadtak? És ezt kötet számra lehetne nézni, hogy az ükapáink, szépapáink, az ő ükapjuk és szépapjuk mit csinált, de hiába is vennénk számba, még ha tudnánk, akkor sem lenne más az eredmény, mint ez, itt és most. A Zennek Shakyamuni óta ez a 79. generációja, a 79. pátriárkái generáció van. A 80. a Buddha, ő nem volt pátriárka, mert ő volt az alapító. És a döbbenet az, hogy elég egyetlen hagyományt végignézni az 5-ből, amit most említettem, és kiderül, hogy az emberiség legjobb esetben is csak körbe-körbe forgott. És nagyon keveset emelkedett tudatilag. Igen, legyártottunk egy csomó tudományos találmányt, építettünk aszfaltos utakat, feltaláltuk a fogorvosi széket, elkezdtünk röntgengépekkel, CT-vel és MR-rel vizsgálni olyan betegségeket, amelyeket évezredek óta viszünk, és még mindig nincs gyógyszer. 2000 éve forgatjuk úgy a szamszárikus, tehát hiába való körforgásban az életet és a halált, hogy még mindig alapvető kérdésekre nem tudjuk a választ. És várjuk a második eljövetelt, várjuk az újabb profétát, várjuk az újabb megvilágosodottat, holott ha az eddigi tanításokat egy picit is elolvasnánk, a szívünkre vennénk, vagy urambocsát gyakorolnánk, nem várnánk a külső megváltásra, a külső megvilágosodásra, vagy megigazulásra. Mindaz 5 a maga nyelvén azt tanította, hogy itt rajtad múlik. Bennünk van az, amit zenül buddha természetnek hívunk, vagy a felébredés képességének, és tragikus módon az emberiség mindig kívülről várja a választ és a megoldást. Holott, ha egy picikét befelé fordítanád az energiádat, akkor eljutnál Krisnamacsárja mondásáig, aki azt mondta,
hogy az egyetlen egy kifelé vezető út befelé vezet. A jogának nagyon sok fokozata van, említettem a hetediket, mint a gyána, és akik jogáznak, azok láthatják, hogy a szabályok, a jáma és a niáma fölött van, az ászana és a pranajáma, a testi és légző gyakorlatok. És itt a nyugat általában meg is áll. A zent nem tarthatják nagyon sokan közvetlenül kapcsolatba hozhatónak a jogával, pedig eléggé mély gyökerek, közös gyökerek vannak. És ami közte van, az az energia befelé fordítása, szó szerint a megfordulás, ez a pratyahára. És ez azért fontos, mert ha zen meditációt tanulsz, akkor a szanszkrit kifejezés nélkül ugyanezt megcsinálod, az azt jelenti, hogy a figyelmet befelé fordítod. Először befelé kell fordítani, ahhoz, hogy az egyévvállás bekövetkezzen, közted és a világ, a jelenség és a lényeg, és minden dualitás között. A meditáció az a hatodiknál indul igazán, ezt úgy hívják, hogy dárana, ez pedig a tudatnak egy fix tárgya. Ez a meditáció módszere azért, hogy az elméd ne táncoljon jobbra-balra, mint a kis majom a dzsungelban, vagy az őserdőben, és ne ugráljon egyik fáról a másikra, a múlt, a jelen és a jövő síkjában. Tehát ahhoz, hogy az elmét megállítsd, ahhoz valamilyen módszerre van szükség. Miért? Mert egyébként képtelenek lennénk rá. Képtelenek, mert az érzékszervhez kötött lét azt hozza, hogy van szemed, füled, orrod, nyelved, gondolataid, érzelmeid, emlékezésed, vágyad, haragod, és ezek fölött nincs uralom. És a tudatosság és a látás lenne az egyetlen egy uralom, amit érvényesen szerezhetsz, ami nem a másik ember vagy a magad kárára érvényesül. Ezt az uralmat hívják jogának, vagy látásnak, vidya, és a zenben az egyévvállás tapasztalata, és a tiszta, tükörszerű tudat elérése ennek az útja. Amikor a botütést hallod, képzeld el sokkal erősebben, akkor minden gondolkodás megszakad. Abban a pillanatban a dáran az, az a tudat tárgya, csak az ütés. És hogyha megtartod a meditációnak az ütéssel egyenértékű módszerét, akkor következik be az elmélyedés, a gyána, a hetedik fokozat, és a nyolcadik az a szamádi. A szamádi az az énség ellobbanása, mint ahogy a csepp visszatér az óceánba, és az óceánnál válik. A zen történelmileg nem épít semmilyen struktúrára, előéletre, utóéletre, hanem ezt a pillanatot hangsúlyozza, mint az elmélyedés egyetlen egy eszközét. A meditációs módszerben bármelyikre nézel, mindig van egy tárgy, egy tudattárgy, ami segít az elmét egy ponton maradni, hogy ne a szétszórtság állapotában legyen. Van az elménknek vagy a tudatunknak három alapvető funkciója. Az egyik a fogalomalkotás, a másik a megkülönböztetés, a harmadik az emlékezés. És bármilyen megszabadulás irányú módszer, amely nem csak azt tanítja, hogy te képzeld el magadat egy tengerparton, hogy a hullámok mosogatják a hüvelykujjadat, ez relaxálás, nem meditáció. Azt tanítja tehát minden megszabadulás irányú módszer, hogy ezt a három funkciót, amely fogalomalkotás, megkülönböztetés, emlékezés, jól emlékszel, ezt függesszük fel. Az akaratlagos tevékenységet függesszük fel. És ha ezt meg tudod tenni, rögtön ez nem megy, hétköznapi embernek biztos nem, akkor látod azt, hogy ez az egész világegyetem, úgy, ahogy azt te tapasztalod érzékszervileg és mentálisan, az a te tudatodnak a terméke. Tiszta tudat, tiszta tapasztalás. Szennyezett tudat, szennyezett tapasztalás. Kicsi én, kevés dualitás, kevés probléma. Nagyon nagy én képzett, rengeteg dualitás, rengeteg probléma, mert minél nagyobb az én, annál inkább igaza van. És annál inkább csak neki van igaza. És annál kevésbé van igaza bárki másnak. Miért nem jön újabb proféta, megváltó,
Buddha. Mert nem tanultuk meg azt 2000 éven át, amit már öten elmondtak 5 évszázad alatt. Mindig bukunk. Félig végezzük el a tanfolyamot, és a másik felét pedig jól elfojtjuk a kis közös tudattalanunkba, hogy hadd rohadjon. Nem vagyunk hajlandóak tudomásul venni az alapproblémát, hogy nem ismerjük önmagunkat, és az önképünket igyekszünk az önvaló helyére gyorsan behelyettesíteni és begyömöszölni. Tehát ezzel csak úgy járunk, mint hamupipőke nővérei, ahol mindig vérzett az egyiknek meg a másiknak a lába. Tehát az a topán, az csak hamupipőkének volt jó. Az önkép és az önvaló soha nem fog egyezni. Ezért van az az alaptanítás, hogy az énség öntermészet nélküliségét be kell látni. A létrehozott, teremtett voltát be kell látni. Miért? Mert ezáltal szabadulsz meg az összes téves nézetettől, az erre alapozott kapzsiságtól és haragtól egyaránt. Amíg az önképedet abszolútnak és fixnek gondolod, hogy te valamilyen módon Isten képére teremtettél, és ezért van benned egy abszolút magvacska, hát ez az egótrip alapja. Ez a változtathatatlannak gondolt önkép alapja, és ezért minden szenvedés forrása is. Több mint 2000 éve világos az ösvény. Menni kell rajta, ha akarsz. De ha nem akarsz, akkor ne. Tehát ne legyenek olyan útitársaink, akik ezt kényszerből csinálják, mert nagyon-nagyon gyorsan kibújik a szög a zsákból, hogy te szeretnél vallásos lenni, de valójában nem hiszel. Tehát hitrendszer, tapasztalati alapú hit kellene, az egyetlen egy ismérv, hogy ezt nem veheti el tőled senki. Vallást válthatsz, de hitet, azt nagyon nehéz lenne. Mikor jutunk el odáig, hogy az önképünket hajlandóak vagyunk levetni, csak azért, hogy egy másik ember boldog lehessen melletted? Észrevetted, hogy a saját véleményalkotásod az emberi kapcsolataid rovására történik? Minél erősebb véleménnyel, kritikával, ellenőrzéssel rázod a rácsot, és a másik figyelmét keresed ezáltal, annál távolabb van tőled a másik ember. Tehát el kéne dönteni, hogy valójában mit akarunk, és az emberiség nem tudta eldönteni, hogy valójában mit akar. Annyi mindent akarunk, hogy semmink nem marad, hogy semmit sem érünk el. Közel 8 milliárdan vagyunk a bolygón, a figyelemhányadosunk egyre jobban aprózódik. Meddig tudsz egy pontra figyelni? Az apáink sokkal jobban tudtak, mint a fiaink, lányaink, ez biztos. Miért van ez? Nézd bele! Annyi tudattárgyunk van, hogy már el se tudjuk képzelni, hogy a 10 000 jelenség visszatérhet az egybe. Hogy vissza tudsz térni a gondolkodás elé. Hogy el tudsz érni egy olyan állapotot, ahol önkép nincs, csak önvaló van, mely tiszta, mint a tükör, tiszta, mint a tér. És ebben a tükörben úgy látszik a világ, ahogy van. Az élet és halál, ahogy van. Az utad, ahogy járod. A karmád, ahogy teremted. A másik ember, ahogy tényleg kapcsolódsz, és ő hozzád. A zenben ezt a minőséget ilyenségnek hívjuk, tathatá, szanszkritul, vagy búta tathatá, és ezt az ilyenséget a legnehezebb elérni, mert az elme állandóan címkéz, állandóan kategorizál, és te annyira akarod tudni, hogy már a halászháló az nem is elég, az egész tenger kell. Ezt hívják a hagyományban úgy, hogy állandóan lábakat festünk a kígyóra. Pedig hidd el, a kígyó sokkal jobban működik lábak nélkül, de ha már sikerült a projekciódat rá masszírozni a valóság egyik darabjára, akkor még gondolkodsz is róla, hogy ez neked jó vagy rossz. Tehát még zoknit is húzunk a kígyó lábaira, és megnézzük, hogy az elbírna-e valamilyen cipőt. Tehát az elme illúzió rétegei mögött van a valóság, mélységesen alatta. És ahhoz a mentális komfortzónánkból bizony ki kéne lépni, és elhagyni azt a hamis önképet, azt az illúzióktól terhelt világképet, ami miatt szenvedünk és szenvedtetünk, ahhoz, hogy visszaérj ide, ebbe a pillanatba.
zenben különösen igaz, hogy a kevesebb az több. Nagyon puritának a módszerek. Amit hallottál, mint gondolati háttér, Ázsiában ezt nem szokták mondani. Itt Európában annyira éhesek vagyunk a tudásra, hogy amit nem tudhatsz, azt nem is becsülöd. Ha csak kimondom, hogy nem tudható, de tapasztalható önvaló, ezzel a mondattal nem tudsz mit kezdeni. Alárakok neked 2,5 évezrednyi szellemtörténetet, akkor azt mondod, húha, ez valami. Maga a történelem, legyen a szellemtörténet, vallástörténet, eszmetörténet, haszontalan. Nem segít rajtad. De ahhoz, hogy elhidd, hogy belül van az igazság, az fel kell mutatnom, hogy 79 generáció óta működik, és hozza az eredményeket. Minél tisztább tudattal élsz, annál kevesebbet szenvedsz és szenvedtetsz. Fordítva, ha rengeteg szenvedést tapasztalsz belül és kívül, akkor valahol a tudat nem tiszta. Tehát a zen és minden megszabadulás irányú út minőségorientált. Azért minőségorientált, mert a mennyiségből sosem lesz minőség. Akármilyen magas katedrálisokat építesz, az Isten képből sosem lesz Isten élmény. Ezért mondja a zen, hogy ha látod a Buddhát, öld meg. És ez eleinte úgy, hát ez most hogy lehet? Hiszen itt valami egész másról van szó, mint amit én eddig a buddhizmusról olvastam. És kiderül, hogy az eredeti Buddhának nincs neve és nincs formája. Tehát, hogyha formában, tulajdonságokkal, színekkel látod, ha elkülönül a környezetétől, ha úgy tűnik, hogy önálló léte van, akkor az nem a Buddha. A zen tehát minden rendszert képes használni, de egyikre sincs ráutalva. Ezért minden kultúrában használható, ott, ahol a zen 4 alapelve teljesül, és a bevezetőn végén ezt a 4 alapelvet elmondom. Az egyik, hogy nem támaszkodás az írásokra, így a történelemre sem, az eszmetörténetre sem, a vallástörténetre sem, de a szútrákra sem. Miért? Mert szeretnénk eljutni a forrásig. Ahhoz a tudatig, ahonnan a Buddha mondta, tanította, manifestálta a tanítást. És éppen ezért jön a második alapelv, amely közvetlenül az ember tudatára való irányulás. Amit az előbb a jóga, a pratyahára, dárana, gyána fokozataiban mondtam, az egy szóval ez, hogy közvetlenül az emberi tudatra irányulunk, hogy mi az, ami benned kimondja azt, hogy én. Mi az, ami benned átéli a jót, a rosszat, az életet és a halált. Ez sokkal inkább mi, és nem ki. A ki az már egy termék, az már egy személyiség, az már egy avatár. Az már valamilyen péksütemény, de a mi az a tészta, az a massza, amiből például kalácsot sütünk, és nagyon finomat, ugye? Tehát a péksüteményhez képest a kelt tészta, az massza, az mi. És ezért a tudatra való irányulás a harmadikig vezet, a felébredésig, és a felébredés nem más, mint önvalónk tiszta tapasztalata. Ezt azért kellett kimondani, mert keleten ugyanannyi felébredés, doktrína és elmélet van, mint itt nyugaton istenérv, vagy teológia. És hogyha nem tisztítjuk le a felébredést, mint tapasztalást, akkor beleesünk a vallásosságnak abba a hibájába, hogy lábakat festünk a kígyóra. Hogy tulajdonságokat adunk annak, aminek eredetileg nem volt, de hogy fogható, értelmezhető legyen, ezért feldíszítjük, felékszerezzük. És a Buddhának ez volt a hatalmas tisztító mozdulata 2500 évvel ezelőtt, hogy kimondta, hogy az önvalód nem én. Az énség eredetileg nem létezik. Az egy teremtett dolog. És éppen ezért a negyedik alapelv kimondja, hogy csak tudattól tudatig való átadással valósítható meg a zen tanítása. Tehát minden, amit mondtam, az felesleges.
A közös gyakorlat, a közös meditáció az, amely megfelelő módon tudja a jelenlét és kölcsönhatás által azt a tudatminőséget közvetíteni, amely remélhetőleg magasabb, mint amit behoztál a Dharma terembe. Tisztább, együttérzőbb, bölcsebb. Tehát semmi garancia nincs arra, hogy ez, amit most hallasz, ez neked jó. Attól függ, hogy mit csinálsz vele. Utolsó mondatként Paj Csang zenmester tanítását idézem. Ha egy tehén issza meg a vizet, abból tej lesz. Ha egy kígyó issza meg a vizet, abból méreg lesz. Ma nagyon sok tiszta vizet kapsz, mert eljöttél ide, és nyitott szemmel és nyitott füllel figyelsz. Mivé válik benned a zen? Mit csinálsz vele? Na, az vagy te. Kinek van kérdése? Szeretnék tanítást kérni arról, hogy a telefon miként rabszolgatartunk. Semmit nem csinálj. Nézd meg, légy szíves, a telefonodnak azt a fajta funkcióját, hogy egy adott napon, vagy egy adott hét alatt te mennyi időt töltöttél a képernyő előtt, és hogyha ez téged megdöbbent, akkor nem vetted észre, hogy a telefonod és az ebben felhalmozott digitális szokásgyűjtemény mennyire az uralma alatt tart téged. Tehát ha te kényszeresen, állandóan, ellenállhatatlanul a telefont búvod, csak azért, mert megszoktad, akkor a benne lévő digitális karma, ami sok százezer embernek a munkája, ez nem önmagától létező dolog, akkor eluralta az elmédet. Szól hozzád valaki, teendőd van épp itt és most, meg kéne öntözni a virágokat, enni kéne adni a kutyának, és ehelyett mindjárt. Bocs. Türelem. Közben éhezik a gyerek, nem kapnak abrakot a lovak, kiszáradnak a kutak, stb. Na, ez a rabszolgasság. Köszönöm. Szívesen. Mögötted? Azt mondod, hogy nincsen Buddha, halljuk meg. Nem. Ha látod a Buddhát, akkor. Jó. Mert ugye Buddháról a kis joviális szobor van, a kis dagadt Buddha ugye ott... Na, óvatosan. Mutatok neked aszketikusat is. Óvatosan azzal. Tehát ne cseréljük össze a Buddha személyét a Buddha tudattal. Jó? Ez alap. Normális gyakorló, akármilyen fokozatban van, ő nem nevezi magát Buddhának. Egyébként Buddha is azt mondta, hogy nem vagyok Isten, nem vagyok Buddha, ébren vagyok. Ennyit mondott, semmi többet. Úgyhogy, ha így a tudatod elkülönít lombfűrésszel egy Buddhát, az biztos, hogy hamis, mint név és forma, mert az eredeti Buddha tudatnak, vagy minőségnek nincs neve és formája. Ezt így jegyezd meg, és akkor jó lesz. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Ott hátul. Az lenne a kérdésem, hogy a családi karmát én fel tudom-e oldani, hogy a gyerekeim ne vigyék tovább? A sajátodat fel tudod oldani, a család többi tagjáét nem. Itt a családon belül összetartozásunk mértékében kötődünk egymáshoz, és önállóságunk mértékében tudunk magunkon változtatni. És a legdurvább tapasztalás az, hogy akármilyen közel van a másik, és élhetek vele 30, 40, 50 évig teljesen intim kapcsolatban, de a karmáját mégse tudom megváltoztatni, azt csak ő tudja. Tehát a transzgenerációs karmát, amiről kérdezel, az csak a tiédet tudod megváltoztatni, ami benned van. De ebben benne van az is, amit még nem adtál vissza apunak, anyunak, nagypapának, nagymamának, amit még viszel az izsákban, a tárháztudatban. És éppen ezért iszonyú fontos a meditáció, amivel rálátsz erre a karmára, és amit tovább szeretnél adni az utódoknak, az továbbadott, de amit nem, azt az ég szerelmére ne add tovább, még magadból is ürítsd ki. És nagyon sokféle módszerterápiát, egyebet láttam, de aki nem érte el a saját tudati autonómiáját, és nem tudta belül tapasztalni önmagát, az a karmájával úgy azonosult,
hogy a legjobb szándéka ellenére sem tudta nem továbbadni. Ezt hívják a karma tehetetlenségének. Annyira megszoktuk, annyira vállamba vág a hátizsák, hogy azt hiszem, hogy az én vagyok. A gyakorlás az egyetlen, amivel el tudom érni a nem azonosulást, és ezt az előbb a módszertannál úgy mondtam, hogy felfüggesztem a lélek akaratlagos, fogalomalkotó, megkülönböztető és emlékező tevékenységét, és amikor elérem az ettől való mentességet, azt rossz szóval ürességnek hívják, inkább teljes ürességnek, vagy üres teljességnek kellene, akkor nem zuhannánk a nihilbe bele, na akkor látom ennek az egésznek a teremtett voltát, beleértve a családi karmáét is, és akkor rögtön másképp megyek ebédelni. Rögtön megnézem, hogy most hogy eszem, mit mondok, mit teszek, mit gondolok, mit érzek a családtagjaimmal szemben, mert ebben a pillanatban teremtjük a családi karmánkat. Mindennel együtt. Tehát ez a pillanat az egyetlen, ahol oldhatsz és köthetsz, ahol kedves lehetsz vagy durva lehetsz, hogy mit gondolsz és gondoltatsz a másikkal. Mit érzel és éreztetsz a másikkal? Mit beszélsz és mit mondatsz a másikkal? Mit teszel és mit műveltetsz a másikkal? Tehát azért mondom ezt, ez nem csak nyelvgyakorlat, hogy lásd ennek a kölcsönös voltát. Tehát a Buddha kimondta a négy nemes igazságot, hogy szenvedés annak az oka, annak a megszüntetése és a megszüntetés útja. De az, hogy szenvedtetek is, na arra már jöjjél rá te! Hogy ez a bot, ennek nagyon két vége van. Nincs egyoldalú abszolút fogalom. Ha már kimondtam, és fogalom lett belőle, annak van ellentét párja bizony mindegyiknek. Úgyhogy a családi karma nagyon nehéz, és az egymáshoz születés az egy nagyon komoly kötés. És éppen ezért néha kell egy kis szünet. És ekkor az ember időt kér, más térbe megy, más környezetbe megy, és a csoportban tapasztalja önmagát. Hát a párkapcsolat az az egyik leglabilisabb dolog. És mégis abban van a legtöbb energia. Ahogy növekszünk fölfelé, és úgy nyílik ki a test és a lélek, hát azt akarjuk rögtön. Rögtön. Már sokkal korábban is, csak most ugye megfelelő fejlődési sorrendet mondtam. Nézd meg, családi karma előzetese a párkapcsolat, ugye, ahol elkezd kialakulni a család. Az úgy feltűnt, hogy az édenkertben Ádám van, Éva és állatkert, meg egy kis trópus, semmi több. Nincsenek gyerekek, nincsenek apák és anyák, nincsenek még nagyszülők se. Nincs család, egy párkapcsolat van, és ennek az egésznek a következménye minden más. Egyén sincs. Nem azt látod, hogy Ádám vándorol. Úgy egyedül, Izsákkal a hátán. És véletlenül belebotlik Évába és még egy rakás nőbe. Nem. Nem ezt látod. Az úgy szól, hogy van egy férfi, meg egy nő. És ezzel indul a világ. Rögtön, teremtés után az első dualitás pár az ez. És ebből lesz a család. Hát nézd meg azt az alapminőséget, amit apa és anya hordoz, ott van a gyerekbe benned, te kőkeményed. Mert más se születhetett hozzád, mint az vagy azok a lelkek, akikkel a legszorosabb karmád van. És ezért nagyrészt taníthatatlanok vagyunk egymás számára. Pedig, hogyha megadnánk azt a tudatminőséget, akkor a közelségből olyan elképesztő tükrözés lenne, úgy tudnánk haladni az úton, hogy az hihetetlen. Honnan tudhatjuk ezt ilyen biztosan? Fordítsd meg, és a nem megfelelő hozzáállás, magatartás a családban úgy érződik, mint a börtön. És ezt bárki, gyakorló, nem gyakorló, elmondja neked, hogy olyan hazamennem, mintha egy fogházba mennék. És nem akarok az apámmal beszélni, az anyámat meg látni se akarom. Mert a karma ennyire köt, mert ennyire nem láttuk át egymást, mert ennyire determinisztikusan fogjuk fel a családot, hogy csak ilyen lehet. Ő is, meg ő is, tehát én is. Tehát mihelyt az önképemen változtattam, már változtattam a családon is. Mihelyt a karmámat egy picit megpucoltam, már tisztítottam a családon is. Ezt nagyon jól lehet látni, és néha a család nem tűri. Tehát húzná vissza azt az egyet,
aki gyakorol, és egy picit másképp akarna viselkedni, hogy veled meg mi történt? Nem vagy olyan hülye, mint egy hete. Pedig nekem úgy volt jó, akkor van miért ütnöm téged, mert hülye vagy, azért. Leheted? Na, óvatosan ezzel. Tehát minél közelebb van, annál kevésbé tanítható. De minél közelebb van, annál jobban látható. És itt van a tragédia. Tehát a látásból lenne a megszabadulás, a tapasztalásból lenne a tanítás. Engedjük? Engedjük ezt egymásnak? Megengedjük ezt önmagunknak? És ha igen, akkor tudunk együtt haladni az úton. Ha nem, akkor csak állandóan egymásba botlunk, hogy miattad érzem rosszul magam. Miattad szenvedek. Te nem teszel boldoggá. Ja? Tényleg? Hát akkor, barátom, te semmit nem értettél abból, hogy mi az ember. Semmit. És önmagaddal annyira nem vagy tisztában, hogy minden problémádat rávetíted a másik emberre. Hogy csak a másikkal van a baj. Csak a világgal van a baj. Csak a családom többi tagjával van a baj. De velem semmi. Hát én a tökéletesség határait karcolom, és azt is fölülről. Hát persze, hát hogy nem. Csak ez van. Pedig ha egy kicsikét befelé fordulnánk, és szemügyre vennénk, hogy például miért születtem apához és anyához? Na, ez már egy nagyon komoly kérdés. Hányszor hallottad ezt ezen előadás előtt? Nem sokszor. Nem ezzel szoktunk egymás felé közeledni, hogy édesapa, édesanya, köszönöm, hogy hozzátok születhettem. És hogy nem születtem a szomszédban. Ilyet nem nagyon hallasz. Pedig csak hozzád születhettek a gyerekeid. Máshoz biztos nem. Innen kéne indulni. Jó? Köszönöm. Szívesen. Nekem egész életemben elég jól működött az intuícióm. De és ez miatt egész nagyon sok ember hülyének nézett, főleg a családom. És mindig másra hallgattam, mert mindig bebeszéltek nekem mindent, hogy ez butaság, ez hülyeség, buta vagy. És ez addig ment, még sikerült belém beszélni egy bizonyos dolog folytán, hogy beteg vagyok. Mert az orvosok is elnézték egy tünetemet. És a családom is bebeszélte, hogy beteg vagyok, és beteg lettem. És tavaly majdnem meghaltam ez miatt. Wow. És az a kérdésem, hogy hogy tudom megvédeni magam? Úgy, hogy gyakorolsz, és ez a Tantien központ, a nem gondolkodó központ, ez erősebb lesz, mint mások véleménye vagy karmája. Ekkor nem fogod elhinni mások véleményét a realitással szemben. Ha az a realitással megegyezik, akkor nyugodtan elhiheted. De ha nem az, akkor egy fél lépést hátra teszel, meghajolsz és távozol, mert aki illúziókkal akar táplálni, azzal semmi dolgod. Az egyik legnagyobb teszt, hogy mennyire bízol önmagadban. Ugyanis igazi önvalót közvetlen megnyilatkozása a tiszta intuíció. Tehát az intuíciónak rengeteg definíciója van itt nyugaton. Gyors gondolkodás, spontaneitás, érzelmi intelligencia, még ilyen rakás ilyen pszichológiai jelző. Mindegyik rész igazság. Ennek a tapasztalásnak akármelyik életedben is volt, ha tiszta, a közvetlen megnyilatkozása az intuitív működés. Amikor belülről tudod, a bensőd tanít. Oké? Okay? Na most, ha ebben nem hiszel eléggé, mert nem gyakoroltad ki, és nem vagy elég erős a pillanat tiszta tükör tudatosságában, akkor bizonyos nyomással a külvilág el tudja veled hitetni a véleményeit. És ebben bizony bele lehet majdnem halni. Ezért kell gyakorolni. Ezért kell ezt a kis bódhifa palántát nagy és erős fává felnevelni. Ez a dolgunk. És ez a fajta szenvedés mindenkinek az osztály része, aki nem teljesen mugli, és egy picikét többet lát, mint az átlag. Harry Potter, nincs meg emberek? Mugliknak nem tanítunk mágiát, tehát nem fogja a környezeted megérteni, hogy neked ez miért megy. És te se érted, csak ott lángol benne, de még egy kis takaréklángon. Na ezért kell a Buddha, tanító, Dharma, tanítás, Sangha, tanítványi közösség, mert ez az a hármas, amelynek a terében
ez a bodhi fa erős és nagy lesz. Még a legnagyobbaknál is, többek közt, akiket említettem, volt tanító, tanítás és tanítványi közösség. Egyik sem, csak úgy magától. Gondold el. Laocéről tudjuk a legkevesebbet, de a másik négyről viszonylag jó életrajzok vannak, és nagyon látszik, hogy tanító, tanítás és tanítványi közösség volt formatív időszakban. Nem csak úgy belátogattak oda, hanem komoly, fiatalkori éveket töltöttek azzal, hogy először szellemileg üveghangra kihúzassák magukat. És amikor megvolt, amikor például felhatalmazást kaptak a tanítójuktól, na akkor kezdtek el tanítani, és nem rögvest, ugye, hogy 6 évesen felállnak, mint kismágus, és akkor szórják az igét. Ilyenek általában nagyon gyorsan eltűnnek. Úgyhogy tessék gyakorolni, tessék kiművelődni, tessék az illúziókat ledobni, és valamilyen hagyományvonalat találni, ahol bízol a tanítóban, követheted a tanítást, és beilleszkedhetsz a csoportba. Úgy, hogy az autonómiád megmarad, hogy a döntésedet nem veszi el senki. De hát a szemünkön azért kellene nyitni egy kicsikét. Na, azért vagyunk ott. Onnan tudod, hogy úgy nagyjából jó helyen vagy, hogy baromi kemény az illúzió vesztés, és fáj, tehát ettől egyre jobban érzed magad. És ez nem mazohizmus. Ez tényleg így van. Tehát készülj föl az illúzió vesztésre, és nem arra, hogy valaki elkezd dönteni helyetted. Megtanulod a formát, de ez a forma működik, és nem pusztán múzeumba teszed magadat vele. Úgyhogy nagyon sok ismérve van ennek, és tessék haladni valamilyen úton, különben állandóan agyonnyom a környezetet, de valahol örülj neki, nem a halál közel élménynek, hanem annak, hogy a környezet nyom, mert kiszorítja belőled a döntést, hogy haladj. És ez nagyon jó. Köszönöm. Szívesen. Nekem egy 10 éves kislányom van, aki hasonló érzékenységgel és nyitottsággal van. Hogy tudok neki segíteni, hogy be tudjon illeszkedni így ezekbe a mindennapokba, vagy ő ugye a gyakorlásban még nem tudom, hogy tudom segíteni neki, hogy ezeket úgy tudja megélni, hogy rendben legyen. Úgyhogy kérdezgeted megfelelő pillanatban, kérdezgeted reggel, hogy mit álmodtál, ezeket nagyon fontos, hogy a kislány elmondja, és napközben pedig, amikor látod, hogy szegénynek még a tudat azért tud elmozdulni, és tudja a környezet befolyásolni, térítsd vissza ahhoz, hogy most, szívem, mit látsz, most mit hallasz, most mit gondolsz, most mit érzel, most mit csinálsz. Tehát egyre lágyabban, de egyre határozottabban tudatosítani benne a pillanatot, és ezáltal az önállóságát acélozod úgy, hogy nem dobtad ki a hideg jégre, hogy akkor most éljél meg, hanem a tudati önállóságát, a szellemi autonómiáját, a tisztánlátását, ezt kell, és nagyon hamar el lehet kezdeni. És meg fogja köszönni ezt a tisztánlátást, mert általában érettségére autót akarunk venni a gyereknek, de hogy merre megy, azt nem tudja. Azt nagyon nem tudja. Tehát inkább a belső irányt kellene neki megadni, és nem pedig egy olyan járművet venni, amivel a falnak megy. Mert nem tudja, hogy merre menjen. És itt van egy alapegyenlet, az ő irányvétele nem lesz tisztább, mint a tied. Tehát tessék magadon dolgozni, ugyanis a gyerek vissza fog kérdezni. Már most kérdez, de később még keményebbeket kérdez, és hogyha nem tudod rendesen megválaszolni, akkor elmegy egy olyan helyre, ahol majd kap válaszokat, és ezért minél többet a saját tapasztalásodból, a saját minőségedből kell adni, belátván, hogy ennek is vannak határai, de akkor te viszed el a kislányt olyan helyre, ahol megbízol az adott tanítóban, tanításban és közösségben, hogy megfelelő válaszokat adnak a gyerek kérdéseire. Ugyanis minden gyerekben megvan ez a tisztaság. És minden gyerek egy bizonyos mértékig elveszíti, és nem egyenlő mértékben veszítik el. Nagyon sok múlik azon, hogy hová születtek, kikhez születtek, milyen környezetben születtek. És Magyarország ebből a szempontból egy nagyon különleges hely, mert itt lezárt fejlődés nincs. Stabil rendszer nincs. Mindent újra kell rakni.
időszakonként teljes mélyformázás, és újra az egészet belül is, kívül is. Ezért nem tudsz megállapodni. Tehát a lány útját kell legyengetni, és a tudatát tisztítani és erősíteni, a magadéval együtt. Így tudsz neki segíteni igazán. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Itt elő. Van egy édesapám, aki 2005-ben egy e-mail váltás során közölte velem, hogy az új kapcsolatában, párkapcsolatában, amit egy másik nővel kezdett, nem az édesanyámmal, én már nem férek bele, mint fiú. És így kilépett az életemből. És nekem évekig nehezemre esett elengedni őt, de tiszteletben tartottam a döntését. És az a kérdésem, hogy nekem ennyi év után lezárult-e már a közös karmám az édesapámmal, vagy még van közös dolgunk? Mit szeretnél? Záruljon le? Én azt szeretném, hogy záruljon le, igen. Akkor sajnos ugyanazt csinálod, mint az apád feléd. Megismétled. Amíg életben van ő is, meg te is, nem fog lezárulni. Lecsökkentheted annyira, hogy csak a segélykérő hívására válaszolsz, de azt nem teheted meg, hogyha az apád mondjuk szenved egy balesetet, ne adj Isten, akkor te nem mész be a kórházba hozzá, mert ő 18 éve ezt kijelentette, ugyanis akkor ezt megismétled, sőt továbbadod, és ez meg helytelen. Helytelen, mert nem vesszük észre az egymásra utaltságot, nem vagyunk együttérzőek, és a legmagasabb minőség, például egy szeretetteli kapcsolatnak a lehetősége, az így teljesen megszűnik. Tehát döntsd el, hogy te milyen körülmények között vagy hajlandó apáddal kapcsolatba lépni. Addig rengeteg belső munka van, hogy ne a múltnak a törmelékén keresztül sétálva, recsegő üvegcserepeken keresztül juss el hozzá. És itt nem álságosnak kell lenni, itt nem mesterségesen jónak kell lenni. Itt belül el kell végezni három komoly lépésben egy munkát. Az egyik a köszönet. És ez a legnehezebb az esetedben, de meg kell látni azt, hogy mi az, amit megköszönhetsz apádnak. Például azt, hogy a világra hozott egy kis segítség ugye anyunak, és akkor világra jössz. És azért kaptál tőle olyat is, legalább egy picit, amit elviszel magaddal, mert hasznos volt. Adott pillanatban jó volt. Tehát nincs 100%-osan fekete vagy fehér karma. Emlékezz erre a nagyon szép yin és yang ábrára, ellenkező színű pötty van a delfinnél pont ott szemtájékon. Tehát nincsenek 100%-os fekete vagy fehér karmák a jelenségvilágban. A második pedig még keményebb, meg kell az apádnak bocsátani mindazt a hibát, amit elkövetett veled szemben. És neked is valahol a felé elkövetett hibákat érdemes megbánni. Miért? Mert akkor ezek fognak kötni. Ettől érdemes megszabadulni ettől a felesleges tehertől. És a harmadik pedig ezen két művelet után a kérdőjel, hogy na most, hogy megköszöntem és hálás voltam, és megbocsátottam és megbántam, most milyen kapcsolatban szeretnék lenni vele? Mert kiraktam a terhet. Most milyen legyen? Tiszta az asztal, mit akarok rárakni? Úgyhogy ez egy nagyon komoly belső munka, ezt több fronton is el lehet végezni, a családterápiától kezdve a meditációig. De ha nem végzed el, ugyanazt a karmát viszed tovább, amit az apád beléd sajtolt. És ezt nem kéne. Köszönöm. Szívesen. Lehet-e bármit mondani arról, hogy, hogy mi van a mindennel való egyesülésen túl? Előbb érd el, utána megbeszéljük. Én is az apámról szeretnék kérdezni, hogy, hogy fogom én ezt továbbvinni, hogyha nekem van egy kislányom, minden szeretetet megadok neki, teljesen az ellentétét képviselem, mint amit az én apám, akkor ez hogy lehet végig is ugyanaz. Tegyük fel, hogy én megbocsátok neki, de és ha én nem akarok arra az asztalra semmit tenni, az gond? Gond. Akkor a lányodnak nem jut semmi. De én a lányomnak minden szeretetet megadok. Akkor oda teszed az asztalra. Tehát ez a képzetbeli asztal, ez a közös tudat. A közös családi tudat. És nem én fogom megmondani, hogy az apáddal milyen elintézni valód van, hanem egyetlen egy kérdést javaslok, egyszer a meditációs szobád magányában, ez pedig a következő.
Az apám és én azonos vagy különböző? És ezt nem most válaszold meg, ezt most az elméd így dobná. Engedd szépen mélyre, mi a közös karma az apámmal pozitív és negatív értelemben? Hiszen valami közünk csak van egymáshoz. Ha teljesen idegen lenne, ha teljesen más lenne, semmi közös nem lenne bennetek, nem születtél volna hozzá. Bizony. Tehát azonos vagy különböző? Ha azt mondod, azonos, hiba, nem lehetsz azonos az apáddal, már tudjuk, hogy miért nem. Mert te a fia vagy. Olyan sincs, hogy semmilyen közös karmátok ne lenne. És ez elárulom még akkor is úgy van, hogyha nulla napos korában azt a szegény gyereket örökbe adják, árvaházba kerül, a szülők gyorsan, sajnos egy autóbalesetben ugye elhaláloznak, még ekkor is kőkemény közös karma van, hogyha méhen kívül alig töltöttek együtt időt. És egyáltalán nem ismerte a szüleit, akkor is. Úgyhogy ezt a belső meditációd tárgyává tedd meg, és nagyon érdekes lesz az eredmény. Jó? Jó, köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? A korábban említett intuíciót, azt hogyan lehet fejleszteni? Mi az intuíció? Tudod, mi az? A megérzéseim. Megérzéseid azok cserben tudnak hagyni. Igen. Az intuíciód az nem. Tehát először is nézd meg, hogy mi a forrása. Mi itt zenben, kicsikét barbár módon, nem sokat gondolkodunk erről, hanem olyan állapotba hozzuk az elmét, ami gondolkodás előtti. És a gondolkodás előtti tudatból származik az intuitív működés. Tehát ha az elméd tere tele van gondolatokkal, érzelmekkel, jó és rossz képzetekkel, akkor az intuíciódnak egyszerűen nincs hely, nem tud a felszínre jönni. Ha nagyon erős az énednek a határa, ha rendkívüli a megkülönböztető tudatosságod ereje, ha te abszolút kategóriákban gondolkodsz, az intuíciódnak nem marad hely, nem marad tér. Miért? Ahogy azt a hátsó fali kérdezőnk is mondta, gyönge a jel. Tehát az a tragikus, hogy benned ott van az a nagyon finom kis ping, hogy az intuíciót egy hátulról úgy súgja. De a gondolataid másoké vagy a tieid erősebbek, az érzéseid erősebbek, az érzékszervi hatások erősebbek. Az érzékszervhez kötött lény, hogyha megfordul és úton járó lény lesz, akkor a belső és külső érzékelések, legyen az mentális vagy fizikai, lejjebb megy az ereje, és az intuíciód ereje megy föl. Ehhez kell gyakorolni. Ehhez kell az érzékszervi kötöttséget csökkenteni. Ennek a gyakorlatban az a neve, hogy lemondás. Bizonyos dolgokról, hatásokról, néha emberekről lemondok, azért, hogy a tükröm az ne legyen foltos, törött vagy torz. Hogy hagyjam a tudatot megnyugodni, megerősödni, és akkor már az intuíció jelét sokkal jobban fogom, és abban fogok hinni, és nem abban, amit a külvilág vagy a saját karmám el akar velem hitetni. Nálunk a zenben a koan praxis pont ezt fejleszti. Ugyanis a koanokat kielégítően nem tudod gondolattal, karmával megválaszolni, de anélkül sem. Az az érdekes, hogyha a gondolat megtanulja szolgálni az intuitív működést, akkor jól válaszolsz. Ha nem, akkor a karmát szétüti az egészet, és ilyen féloldalas részigazság, torz, véleménnyel terhelt válaszok jönnek be, és azt a tanító látja, hogy helytelen. Sőt, meg is mondja, hogy na, itt a karmádnak a foltja. Itt a különbség az önkép és az önvaló közt. És az intuitív működés az bizony nagyon sokszor úgy pallérozható, hogy megmondod, hogy az mi nem. Tehát, hogy mivel nem azonos, mivel nem egyenlő. Ezért van nálunk a szívszútra például, és ez a meghaladó bölcsesség szíve szútra, szanszkritul prajnaparamita. És hogyha ezt elolvasod, én emlékszem még a 31 néhány évvel ezelőtti tapasztalásra, érthetetlen. Tehát annyira érthetetlen, hogy nem tud az értelmet semmilyen gombot rávarni, és itt azért vannak a sorok közt egy páran, akik ezt tényleg 30 éve éneklik, vagy legalább 25, és jól vannak, jelentem tisztelettel, sőt jobban,
mint 25 évvel ezelőtt. Miért? De az intuíciónál a hamis azonosulás az egyik legnagyobb akadály. Tükörterem. Ugye? Elvarázsolt kastély. Hány képet látsz magadról, és egyik se igaz. De a tükörteremben, az elvarázsolt kastélyban elfelejted ezt, és csak a tükrökben keresed, hogy te melyik vagy, és egyik sem vagy. Tehát a hamis azonosulásokkal való leszámolás az az intuíció fejlesztésének az egyik alap követelménye. Ezért a meditációs gyakorlatban visszatérünk úgy a gondolkodás elé, hogy az önkép ne legyen összecserélhető az önvalóval és annak működésével. Sőt, olyan teszthelyzeteket állítunk föl, ahol csak az intuitív jel juthat át, csak a megfelelő válasz lehet az adott kérdésre helyes, és ezért van a hagyománynak óriási jelentősége, hogy ezt generációról generációra szépen újra termeljük. Úgyhogy van ennek módja és útja, csak itt viszont a lemondás mellett van egy olyan, hogy áldozathozatal. És ez nem az, hogy te megszűnnél egy égő oltáron, és csak a hamu marad belőled. Nem. Ezt mondom illúzióvesztésnek, ezt mondtam a korábbi fixa ideák feláldozásának, és igen, lehet az intuíciót erősíteni, de készülj föl arra a változásra, ami ezzel a mondattal, mint a delfói jósda tetején ott van, hogy ismerd meg önmagad. Na most ez az önmagunk, ez nagyon radikálisan más, mint amit most gondolsz róla, tehát magadról. Ezt az illúzióvesztést tartósan kevesen bírják ki, és a Szívszutra megmondja, hogy te mivel nem vagy azonos. Egy hatalmas nagy lista van. Minden érzékszervi hatás, minden duális, mentális tevékenység, illúzió. Az nem te vagy, de te csinálod. És hogyha ezzel összetéveszted magadat, az intuitív jel olyan messze elkerül, hogy az borzasztó. Jó? Szívesen. Itt. Mi a különbség az intuitív és a reaktív tudat között? Egy világnyi. Hatalmas. Mert hogy az állatok esetében például, akik ugye nem rendelkeznek én tudattal, tehát önmagukra nem tudnak reflektálni, de például ha egy kutyával nagyon rosszul bánnak, akkor egy idő után mindenkit megharap. Na most, ha te megütsz engem 30-szor a bottal, és én visszaütök, minden nemű ítélkezés és gondolkozás nélkül... Akkor az intuitív, vagy reaktív volt. Attól függ, nézd meg, hogy volt-e például sértettsége és dű benne. Mert hogyha a te visszaütésedben volt, akkor az reaktív. Az én 30 ütésem az csak intuitív volt. De az állatok esetében, tehát azért hoztam az állatokkal való példát, mert ugye... félelem, tehát érzéseket ők is éreznek, ha jól tudom. Nagyon is. És ugyanez működik az emberekbe is, a különbség csak az önreflexióban van. Igen, elég komoly. Tehát ez a csakra itt, az énséget teremtő, gondolkodó csakra, ez az állatoknál zárva van. Azt jelenti, hogy ők automata pilótán vannak a gondolataikat, az öntudatukat illetően, és még nagyon intelligens állatok, lásd, delfinek, lovak, sasok, tehát ezek nagyon intelligens lények, de nem tudnak változtatni az énségükön. Hát nem tud a sas sastalan lenni, vagy a kutya kutyátlan lenni, vagy a delfinediken lenni, az ember tud embertelen lenni. Az ember tud ember fölötti lenni, mert ez nyitva van. Akkor még csak annyit kérdeznék hozzá, hogy ha én belőlem jön egy automatikus reakció bármire, honnan tudom magamban nyakon csípni azt, hogy ez most reaktív, tehát akár félelemből, vágyból, dühből, bármiből történt, vagy intuíció? Mert sokszor annyira elrejtjük magunk elől, hogy észre se vesszük, hogy ennek valami háttere volt. Az intuitív arról is megismerszik, hogy semmilyen előzetes tudatfolyamat nem kell hozzá. Te így jön. Ez a szikra. A szikra önmagában teljesen tiszta. Semmiféle belső reakció, mint félelem, remény, egyéb gondolatrétegek, ezek nem kapcsolódnak hozzá.
És hogyha kivitelezed a kapcsolattal és a működéssel, akkor ez megoldotta a problémát. És általában itt, hogyha hozzá gondolsz, akkor lelassítod, vagy eltorzítod. Tehát valami történik vele, amitől már nem olyan. Elkezdtem a homokkal keverni a rizst, mind a kettő fehér, de az egyik nagyon csikorog, a másik pedig táplál. Tehát az intuitív megoldások általában nyom nélkül beépülnek és eltűnnek. Nincs zaj, nincs szemét, nincs hulladék. A reaktív az nem tud beépülni, az újabb reakciót szül. Tehát ha valamit pörgetsz magadban, itt kattogunk, itt gondolatilag vagy érzelmileg, az a reaktív, még inkább reaktív tudat, körbe-körbe. Honnan tudod, hogy ez az, hogy energiát veszítesz? Tehát az információ nincs a helyén, akkor az energia sincs, és energiát veszítve élsz. Az intuitív állandóan kiegészülsz. Állandóan tisztulsz, folyamatos energia növekedés van, és a meditációban van egy ilyen mellékjelenség, hogy a tudatosodás, legyen az testtudat vagy lélektudatosodás, hogyha az intuitív működéssel együtt jár, akkor az energiaszint növekszik. Innen is észreveheted. Nem tudod miért, de boldog vagy. Semmi külső ok nincs rá, és belülről sem szórakoztattad magadat. De hogyha az önkép lejjebb megy, akkor a boldogság föl. Mert az önkép és a reaktív, az önkép az első reakció, ugye? Hogyha a reaktív tudat lejjebb megy, akkor az intuitív megy följebb, és az energiatartalom is megmutatja, hogy az információ helyes. Oké? Köszönöm. Szívesen. Ha lemondok az érzékszervi tapasztalásról, akkor többek között lemondok a hallásról. Ha lemondok a hallásról, akkor hogyan hallgatom a meditációban a hangot? Elég hangosan mondtam. Lemondtam a hallásra. Hallottad. Csak úgy csinálsz, mintha nem hallanád. Hát az ember, látod, ilyen. Úgy csinál, mintha azt mégse. Ennyit a lemondásról, tudod? Nagyon drámai volt a kérdésed. Vesztességre készülsz? Nem, csak szeretném tudni. Mit? Azt, hogyha lemondok az érzékszervi tapasztalásról, akkor lemondok a hallásról is. A látásról is, az ízlelésről, a tapintásról is, és mivel a keletiek a gondolkodást is belső érzékelésnek gondolták meg, ugye a szűnkhöz köthető érzelmeket is, ezért az érzelmekről. Tehát, ha ezt tényleg megteszed, fel se tudod tenni a kérdést, már nincs mivel. Akkor miért használom, mint technika? Mert nem vezet tovább. A ragaszkodásról mondunk le, nem az érzékelésről. Az azonosulásról mondunk le, nem a tükrözésről. Ezt mondanád még egyszer? Nem. Mert már hallottad. Köszönöm. Nincs mit. Úgy is érted, minek mondjam? Nem értem. Egyéb kérdés? Én azt szeretném kérdezni, hogy hogyan tudom megtalálni a megfelelő tanítómat? Nehezen. Nem bolti portéka. Ez olyan könnyű lenne, képzeld el, bemész egy spirituális bevásárlóközpontba, a hagyományok ki vannak osztva, portálonként kis üvegajtó, bemész, és onnan a polcon a tanító. Kicsi, nagy, közepes. Tehát általában az ember, ugye, a gazdaságos megvilágosodás, ugye? Tehát azt gondolnád, hogy itt ilyen tele vagyunk, de tényleg nagyon tele vagyunk. Nem. El kell kezdened keresni. És hogyha tényleg mélyről keresel, akkor előbb-utóbb eljutsz egy helyre, aztán ott csalódsz, aztán mész egy másik helyre, aztán megint csalódsz, és akkor rájössz, hogy valójában magadban csalódsz. És akkor már annyi mindent végigjártál, és mindig a véleményeidnek a falába ütköztél, és akkor a legrosszabb kompromisszumokat kötve maradsz egy hagyománynál. Úgy tűnik, hogy a legrosszabbnál sikerült, ahol a legnehezebb és a legkiállhatatlanabb tanító, a leghihetetlenebb tanítás, egy olyan közösség, aki, micsoda, hát hogy én ide, szó se lehet róla. Tehát általában, amikor lehorgonyzol valakinél valaminél,
pár hét vagy hónap alatt ezek a kényszerképzetek bejönnek, hogy rosszabb helyre nem is jöhettem. Hogy itt mi mindent kell csinálni, amit nem akarok. És hogy eddig, aki normális volt, az is hülye lett mellettem. És ez a tanító, hát én eddig a videók alapján azt gondoltam róla, hogy egy kis tündérbogár szeretett gombóc, azt bemegyek hozzá és üt. Hát ez borzalom. Szóval készüljünk föl úgy az illúzióvesztésre, hogyha te tanítót szeretnél, akkor inkább nézd meg, hogy milyen irányba megy, és hogy tényleg arról beszél-e, vagy pedig csak úgy sodor és sodródik. Nincs recept, ami számodra 100%-os lenne. Végig kell járni azt az utat, amikor te úgy érzed, hogy tényleg ez a tanítás, ez a tanító, ez a közösség, ez úgy elfogadható, követhető. Ezt bizonyos szenvedés mennyiség alatt nem szoktuk belátni. Nem. Akkor mindig a jobb kell, és senki és semmi nem elég jó. Mindig a tuti. Nem egyszer legyen megvilágosodott, többször. Mi az, hogy nem tudja a másik hagyományt? Hát azt én is jobban tudom. Tudjon mindent. Úgy se hiszem el. Tehát ezeket az ideákat fel kell tudni adni, hogy végre találkozzál tanítóval, tanítás és tanítványi közösséggel, és akkor igazából az a kérdés, hogy milyen kérdésed van. Belül te valójában mit akarsz, mert pontot fogsz landolni. Pontosan. Tehát én 33 évvel ezelőtt a legnagyobb belső káosz közepett, hogy nagyon nem látszott, merre van az előre. Itt dúlt a harc. Egyszer csak belül eldöntöttem, hogy én ezt megoldom, és nem kérek külső segítséget. És nekem ebből elegem van. Az összes vélemény menjen a pokolba, mert egyébként is már ott vagyok, csak nem akarok ott maradni. Másfél hónapon belül zen gyakoroltam, mert eldöntöttem, hogy megoldom. És akkor egy olyan helyre mész, ahol az autonómiádat, a buddha természetedet azt pallérozzák, és nem mondják meg rögtön a tutit. Úgyhogy nagyon vigyázz, milyen kérdést teszel fel, mert az megnyit egy horizontot, egy irányt, és pont arra fogsz menni, mert a kérdésed mutat. Tehát a kérdés nyit. A kijelentés az megállít. A felszólítás vagy tiltás az tol. És a dogmák börtönbe zárnak. Az abszolút értékű kijelentéssel bezártad magad, és nem haladsz. Úgyhogy tedd fel a kérdésedet, és utána jár nyitott szemmel, és meg fogod találni azt, akit és amit keresel. Köszönöm. Szívesen. Már kértél karmatisztítást? Kinek? Neked? Nem. Magadnak. Nem kértem, én azt megcsináltam, az nagyon más. Uh-huh. És még nem végeztem, ez a jó hír. De szívesen oda teszem a mosógépbe a tiedet is, szeretnéd? Nem. Csak ugye, kíváncsi hogy nem? Voltam, hogy... Ez volt a csali, mert a világért nem venném el az örömet, hogy a sajátodat tisztogassad. És senki nem tudja a tiedet kitisztítani rajtad kívül. És bár van karmatisztító szertartásunk, az más. Tehát az nem olyan, hogy helyetted, hanem közted és egy másik ember között mondjuk egy szeretett személy, és annyira megromlott a viszony, hogy már tényleg külső segítség nélkül ilyen kétségbeesett dolgokra ragadtattátok volna magatokat, de még egy esélyt adtok egymásnak, és akkor eljöttök egy karmatisztító szertartás, és ez tényleg csak annyi, hogy a legvastagabb rétegét a kakinak az adott szertartást leszedi, és akkor utána már önerőből lehet tovább. De a gyakorlatunk önmagában mellékhatásként hozza a karmatisztulását, ahogy a látásod nyílik, a vidja megvalósul, hogy az avidja vagy nem látás, ami a karmakakinak az eredete, az szépen megy lefele. Szépen csökken. Tehát a gyakorlatunknak az alapmondata az, hogy ébredj föl és segíts másokon. Ennek egyik mellékhatása a karmatisztulása. Jó? Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy ha valaki elindult az úton, és valamiért külső okok, vagy hát nyilván ez a külső ok, hogy ráfogja más. Elmondtad. Igen. Akkor tényleg meg akarod kérdezni? Igen. Akkor mondja. Eltérülés mondjuk
lehet, hogy sokkal később, vagy akár életek után egyszer felébred benne a vágy, vagy felismer valamit, vagy úgy érzi, hogy valami nagyon a helyén van, valamire nagyon rátalált, nehezítve kapja meg tovább ezt az utat, mert egyszer már elhagyta, vagy nem foglalkozott vele, vagy kap valami könnyebbséget, mert azt érzi, hogy valamire rátalált. Van a kérdésedben egy rejtély. Nem tudom, figyelted-e? Igen. Ezt úgy hívják, hogy egyes szám harmadik személyű általánosítás. Igen. Jó, én akkor most konkretizálom. Tehát, hogy azt látom, hogy a fiam, aki itt ül mellettem, nagyon... nagyon érzékeny, egészen kicsi korától nagyon fogékony, el is indult az úton. És elmondanád, hogy hány éves? Miért? 33. Tehát elmúlt 18. Elmúlt. Akkor add át neki létszes a mikrofont, hogy ő kérdezzen. Hát igen. Nem biztos, hogy ő most kérdezne. Megkért, hogy képviseljed? Nem kért meg. Ez baj. Több mint 30 éves fiút nem képvisel, édesanyja. Bizonyán. Jó, ez lehet, hogy rám is egyébként vonatkozik, tehát, hogy én is így vagyok vele, hogy tehát valami... Anyuka most bebújt a fiú mög, és itt tolta maga előtt egyes szám harmadik szemében. Hát családi Istenem. Karma. Ez a családi karma, nem kéne ezt levetni egy kicsit, és de igen, én és ezt nem egymást tolni a kérdés előtt a tanító felé. Ja, Istenem. Tégy meg annyi szívességet magadnak, hogy a saját kérdésedet teszed fel, és a fiadat most egy picikét, minden szereteted, mert hagyd ki ebből, ha jó. Pedig neki van kérdése, közel a mikrofon, és rögtön ő jön utánad. Hallgatlak. Jó. Tehát úgy érzem, hogy van, ami megfogott az előadásaidban, a tanításaidban. Időnként úgy érzem, hogy mint aki valamiben hazatalált, vagy valamire ráismert, de valamiért nem jutottam még el oda, hogy a napi gyakorlatban és ebben a hármasságban valahogy benne legyek. Tehát ez a tanítványi közösség, a tanító. Segítek, meg fogsz halni. Tudom. Nem eléggé. Különben nem latolgatnál itten éveken keresztül. Hanem cselekednél. De valójában nem tudod eléggé, hogy meg fogsz halni. Annak ellenére, hogy nem tudod, hogy mikor fog bekövetkezni. Hát ha tényleg a mulandósággal, feltételez kötöttséggel tisztában lennél, akkor te már rég gyakorolnál valahol. Nem kell kitenni a koponyát a konyhaasztalra, nem mutat jól. De belül tudnod kell, hogy ez a test, ez véges, és már túl vagy a felén legalább. Nincs annyi idő előtted, mint amennyi mögötted van. Tessék cselekedni, jó? Jó, köszönöm. Ezek után az édesfiadnak van-e kérdése? Nincs. Nekem van egy kérdésem. Hol laksz? Tata. Tata. Anyukánál laksz? Igen. Az a baj. Tessék elköltözni. Következő kérdés. Ha megtörténik ez az illúzióvesztés, legalábbis részlegesen. És... Ne félj tőle ennyire, hát remegsz. Hát meg fog történni, vagy így, vagy úgy. Folytasd. És abban nehéz benne maradni. Tehát, hogy úgy visszamegy az ember. Hova? A szokásokhoz. Igen? Szeretnél? Nem. Hát akkor ne menj vissza a szokásaidhoz. A szokásaidat te teremted, te tartod életben, és te is bontod le őket. Tehát a hatalmas megkülönböztető bölcsesség ahhoz kell, hogy milyen szokásokat tartasz meg, és miket bontasz le. Ezáltal válsz te valakivé.
És mi ezek van után olyan könnyű lesz visszamenni a korábbi, már nagyon-nagyon kérges szokásrendszerbe? Szerinted ez téged vissza fog nyelni? Mondd. Segítsek, az van az arcodon, hogy attól félsz, hogy igen. És elmondom, hogy azonosulásod mértékében fog ez ilyen láthatatlan gumikötélként működni, hogy így vissza fog rántani a korábbi énedbe, annak ellenére, hogy már kiléptél belőle, de a szokás hatalma, a korábbi azonosulás ereje bizony vissza tud rántani. Ezért tanítja a zen, hogy vágd el a gondolkodást. Ez az én teremtés gondolkodása, a szokás újrateremtésének a gondolkodása. És a meditációra azért van szükség, hogy lásd, hogy ezek a karmák eredetileg nem léteznek. Ezeket ebben a pillanatban hozod létre, tartod meg, vagy bontod le. Ez a három minőség olyan fontos, hogy az indiai kultúra három istenséget rendelt hozzá, Brahma a teremtő, Vishnu a megtartó, és Shiva, tessék figyelni, tisztító vagy pusztító. Na, mi múlik az, hogy Shiva urunk tisztít vagy pusztít tégedet? Hát azon múlik, hölgyeim és uraim, hogy a karmádhoz hogyan viszonyulsz. Azonosulsz a karmáddal, pusztulsz, leválasztódsz a karmáról, tisztulsz. Melyikkel? Na, ezért tessék nagyon vigyázni, és ezért van úgy négyzetméterre lebontva a hindusztáni félszigeten is a legtöbb Shiva templom. Van Vishnu is, egy jó pár, de Brahma a legkevesebb. Miért? Mert a teremtett szokások már ott vannak. A teremtett karmát már hoztad magaddal. Azt nem kell szaporítani annyira. Csak el kell dönteni, hogy mit tartasz meg, és mit bontasz le belőle, és ez a nagy lebontó, tisztító, ez az alapelv. Most vonatkoztassunk el az Isten fogalomtól, mert ugye az indiaiak nagyon szeretnek megszemélyesíteni, rendszerbe foglalni mindent. Alapvetően enélkül is működik. Nézd magadba. Most mivel azonosulsz, mire látsz rá, és mi az, amit megszüntetsz. Ezen múlik, hogy a korábbi szokásaid visszaszippantanak-e vagy sem. Jó? Lehet még kérdésem? Igen. Ha hirtelen lesz nagyon-nagyon nagy a káosz, tehát olyan derültékből villámcsapásszerűen. Akkor jól gyakorolsz, mondjad. Akkor hogy lehet ebből a káoszból épségben kijönni? Honnan jött a káosz? Valószínűleg belőlem. Hova megy vissza? Akkor még gyakorolni kell, ha ez nem világos. Igazi önvalód az, ahol az alfa és az omega találkozik. Benned van a kezdet és a vég. Amit meg tudsz teremteni, azt meg is tudod tartani, és meg is tudod semmisíteni. Tehát amikor káosz van, akkor azt használd föl arra, hogy a korábbi önképed, amely már egyébként is kaotikus és elsöpörtetett, a helyett valami valóságosabbat találj. És a káoszt fel tudod úgy használni, hogy rákérdez, hogy mi ez, honnan jött. Most mi az, ami megtartja, és hová megy. A káoszban rengeteg energia van, és ezért szoktunk néha ilyen masszív önsorsrontó lépéseken keresztül káoszt teremteni magunkban és a környezetünkben, mert annyira nem vagyunk elégedettek, boldogok a saját önképünkkel és a világképünkkel, hogy ezt már csak rombolással látjuk megváltoztathatónak. A jó hír az, hogy ez nem igaz. Tehát egy útonjáró az betervezi a válságait. Nagyon szándékosan és világosan robbantja ki a konfliktusait, vagy éppen tartózkodik ettől. Tehát a káosz az a nem menedzselt intenzív változás. Amire még nem láttál, hogy ezt te éppen hogyan csináltad, hogyan hoztad létre, mert csak az utáni pillanatban ébredtél fel, hogy baj van. Ezt nem tudom uralni. De nem a változással, az intenzitással van a baj, hanem a látás is így az uralom hiányával van baj, mert akkor a folyamatot nem tudod vezérelni. Úgyhogy igen, néha kaotikusan érezzük magunkat, de abban a pillanatban vissza kell kapaszkodni a lóhátára, mihelyt ledobott. És tovább lovagolni, és megnézni, hogy honnan jön a ló az istállóba, és hova megy tovább egy másik istállóba, még akkor is, ha úgy látszik, hogy ugyanabba tér vissza, mert mire visszatér, az istálló már nem ugyanaz. Tehát az a forrás, ahonnan a karmád jön, az mindig ez.
de te magad, mint avatár változol. Már innen másképp mész haza, mint ahogy idejöttél. És ezért a konfliktusaid, a káosz forrása is más, mint az enyészete, hogyha a személyiségedre nézel. A lényeg az, mivel nem keletkezik és nem szűnik meg, ezért változni se tud. Ez maga a látás, ez nem jelenség. Ez az, ami látja ezt a jelenségcsoportot. Legyen az káosz vagy kozmosz. Ugye a kozmosz a rendezett világ, a káosz a rendezetlen világ. Mi a kettő közt a különbség? Hogyan megy át az egyikből a másikba? Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezzel a kérdéssel, mint házi feladattal szeretnék ma mindenkit útjára bocsátani. Köszönöm, hogy eljöttetek, hogy közösen jelen voltunk a mai estén, és a darmát ismét a felszíne hozhattuk. Köszönöm a figyelmet!